Ezen az üres területen épül az új bölcsöde Baktaló rendházán. A tervek alapján az egyszintes, modern intézményben 3 csoportszobát alakítanak ki. Nagy Lajos polgármester azt mondta, 36 kisgyermek töltheti majd mindennapjait az új intézményben. Jelenleg az óvoda keretén belül működött már egy kísérleti csoport Baktaló rendházán, de igazából új intézményi rendszert, új intézményi ellátást ez a 3 csoportos bölcsőde fogja jelenteni. Egyrészt emiatt új ez a településen, másrészt pedig azért is fontos ez a beruházás, mert a közvetlen városközponton belül épül meg ez a bölcsőde, és tovább fejlesztjük ezzel a városközpontot, tovább szüntetjük meg a városközpontban a barnamezős területeket, tehát ebből a szempontból is rendkívül fontosnak tartom. Kapcsolódó fejlesztések keretében megszépül a városközpont is Baktaló rendházán. Parkokat, járdákat alakítanak ki és fejlesztik a közvilágítást is. Az új bölcsöde 10-12 munkahelyet teremt a városban. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, a jelenlegi beruházás azt mutatja, hogy a kormányzat családpolitikai intézkedéseinek következményeként egyre több gyermek születik, és egyre több bölcsödei férőhelyre lesz szükség. Ez pontosan azt mutatja nekünk is, hogy egyrészt az a családpolitikai támogatási rendszer, amelyet Magyarország kormánya kitűzött céljául, az valóban eléri a hatását, és eléri a hatását a településeken, a városokban, és természetesen ez Szabolcs-Szatmár-Beleg megyére egy nagyon pozitív hatással bír, hiszen nekünk is az volt a célunk, amit a területfejlesztési dokumentumban megfogalmaztunk, hogy maradásra bírjuk, tehát olyan körülményeket teremtsünk az itt élőknek, hogy maradjanak, akarjanak maradni a saját közösségeikben, akarjanak maradni a falvakban, akarjanak maradni a városokban, hiszen a megmaradásunknak ez a záloga, hogyha a helyben akarnak letelepedni, és itt képzelik el a jövőjüket. És ez a jövőhöz pedig társítani kell azokat a gazdaságpolitikai intézkedéseket, amelyek ezt támogatni tudják. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a bölcsöde hozzásegíti a kisgyermekes anyákat ahhoz, hogy visszatérhessenek a munkába. Azt gondolom, hogy nekem, mint a térség országgyűlési képviselőnek kell közvetítenem azt a szándékot, azt a kormányzati szándékot, avval a vidéki igényel, amelyek vannak, hogy azok az asszonyok, akik gyereket nevelnek, vissza tudjanak menni a munkába, azok a munkahelyek, akik őket foglalkoztatja, azok tudják őket fogadni. Tehát nem csak családpolitikáról beszélünk, hanem foglalkoztatáspolitikai eszközről is beszélünk, amikor a bölcsődépítésről van szó. És azt gondolom, hogy ezek az vidéki élhető települések még jobban élhetőek lesznek, hiszen illeszkedik szorosan ehhez az elgondoláshoz a Magyar Falu program, és az abban megvalósuló projektek is az élhető kis településeket, mint az alelnök úr mondta, felépül az a nemzet, ami egy nagy törzsfához hasonlít, azt gondolom, hajszál erejé mi vagyunk itt vidéken. Az intézmény alapkövét kedden délután helyezték el az építési területen. Az új bölcsöde jövő szeptemberre készül el.